Csak semmi mairé. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Jó napot kívánok! Régen tervezett témáról fogunk ma a mairéban beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban. Csorba László történész az ELTE tanárát. Jó napot kívánok, és köves Lomuti Rózsa Péter vagyok. Az asszimilációról fogunk beszélgetni. Már régen dédelgettük ezt a témát Slomóval, hogy és volt is egy konferencia a Milton Friedman Egyetemen novemberben erről egy ilyen kisméretű beszélgetés, beszélgetés igen. hogy sikeres volt-e a Magyarországon a zsidók asszimilációja, és ha igen, mikor, és hogy egyáltalán az asszimiláció sikeres lehet-e egyáltalán ez egy negatív vagy pozitív fejlemény a zsidóság életében, és hogy mennyire Speciálisan magyar jelenségről van szó, akár a monarchia korát, akár a dualizmus korát vizsgálom, vagy pedig akár az, azóta eltelt időt és legújabb történelmünket, hiszen ez napi rendben van. Ugye a magyarországi neológ zsidóság bizonyos asszimilációjával egyik oldalról sikerként éli, meg másik oldalról pedig sokan kudarcas történetnek tartják a dolgot. Én onnan indulnék, hogy bármilyen asszimiláció, tanár úr, bármilyen kisebbség asszimilációja nem egyenlő azzal, hogy ez a kisebbség az identitásából egy darabot fölad? Mielőtt erre konkrétan válaszolnék, azt gondolnám, hogy a, sokszor a, a problémát az okozza, hogy az asszimiláció fogalma többen két különböző dolgot értünk, de ezek áldan átfedik egymást, mm. egyébként szorosan érintkeznek is, de a dolog nem teljesen ugyanaz. Tehát az emberi lény csoportokban él, és a csoport örökké változik. Tehát ebben az értelme, ebben a tágavértelemben, a csoportok, ahogy egymásra adnak és működnek, állandóan örökös asszimiláció zajlik, hiszen a csoportok elkezdenek egymásra hasonlulni. Ha valaki belépett csoportba, akkor elkezd egyre inkább olyan lenni, mint ott a többiek. Ez egyébként az identitással drámaian összefügg, hiszen az emberi, az egyén identitása mindig a csoport révén, a csoportban történik meg. Az ember nem magányosan kuxol a világban, ez mindig csoport, aki a, leg, a legmizantrópabb, legmagányosabb ember is, ő azért magányos, mert a csoporthoz így viszonyom, stb. 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 A csoportpszichológia sok izgalmas dolgot meg megállapít. El. Ez tehát így van mondjuk egy futballcsapatban, hogy ki mennyire vesz részt a futballcsapatban. Ugye ránézésre mindenki ugyanúgy hajt, mégis belül millió különbség van. Tehát az asszimiláció sohasem egy ilyen értelemben a csoportban, mondjuk a csoport azonosulás, ez mindig nagyon különböző módon történik. Ezek, és ez mindig mindenhol egyfolytában zajlik, amióta emberi lény van. Most ennek a folyamatnak van egy speciális forma, az úgynevezett etnikai asszimiláció, mm -hmm. amikor az úgynevezett népcsoportok, népek, ugye az azonos nyelvet beszélő többek, ugyanott élő, az együttélésben és egymásra ható, egymással kooperáló csoportokban zajlanak én átmenetek. Ez is a Neandervől jóta, vagy még, a, még korábbról, ugye a Rodapitekus óta ez is zajlik egyfolytában ez a folyamat. Természetes, nyilván magától értetődő, ez az emberi létezésnek egy sajátossága. Igen ám, de van itt egy különleges mozzanat, ez pedig a modern nemzet fogalom megszületése a 18. századtól kezdve, és ez ezt a spontán folyamatot, különböző módon felruházza különböző értelmezésekkel, ideológiákkal, amelyeknek két sajátossága van, nagyon leegyszerűsítve. Az egyik az, hogy az ilyen módon születő új közösség, amin élmény, közösségélmény, aminek szintén az a lényeg, hogy kb. egy nyelvet beszélők, kb. egy helyen élők, a létfenntartásban kooperálok, tehát közös munkamegosztásban él. Ezáltal állandóan közös történelmi élményeket épp csoportról van szó, ami mm. folyamatosan, hogy ezt átéli, ezáltal ö, olyan élményeket él, amiket át, átad a csoporton belül, a családokban, stratégiákban, és ezáltal ennek a csoportnak kialakulnak bizonyos sajátosságai. Ezek az úgynevezett csoport csoportsztereotípiák, etnikai sztereotípiák, egyebek, és ez az élmény, egy drámaian fölerősödik a korban a piacgazdaság szorosabb érintkezése révén. És így születik a modern nemzet tudat, aminek az a sajátossága, hogy egyfelől visszavetíti magát a múltba, mint a örökké létezett volna, ezt nem vallásos minta, ez a vallásos csoportoktól átvett ön azonossági csoport minta, de ugyanakkor, hogy konkrétan mi ez a csoport, ezt ott akkor újra ki kell találni. Tehát egyszerre van jelen az, hogy aki a nemzetélményt átéli, az azt hiszi, hogy ez nagyon-nagyon régóta van ez a dolog, de ugyanakkor politikusok, művészek, zenészek, írók, költők elkezdik kitalálni, hogy most a, hogy akkor mi is ezt tömpen. azt mondja, mondjuk a keletnép, Mi az, hogy a kelet -e? Ezt nem, ez az eset, nem tudja megmondani. Azt mondja, hogy van egy nagyobb isteni világterv, amiben mi létrejöttünk, ezt ki kell valahogy találni. Nem mindenki gondolja úgy, hogy egy világterv. Azt gondolja, hogy a csoport maga döntheti el, hogy mi legyen ennek a tartalma. Ezért, bocsánat, És hogy Csak van. még egy mondatot, hagy ja, zárjam le, mert ez a zárás. És többen ez egyben e, részben válasz, és arra, amit felvetett. de most ennek megfelelően, tehát itt két folyamat van. Az egyik folyamatnál e, állandóan spontán zajlanak ilyen, ilyen hasonlulások, de ezek révén az eredmény sohasem egynemű. Mindig, tehát mindig örök integráció van, minden csoportban az emberek különböző szinteken tagjai annak, és mindig csak kívülről látszik ez valamennyire egyneműnek. Tehát ez egy tény, a másik pedig az, hogy viszont a kitalált nemzet, a föltalált nemzetnél kitalált... Ö normához, viszont már el lehet mérni. igen, és az előbbi szerint az azt jelenti, hogy nem sem nincs mértéke, tehát nem lehet megmondani azt, hogy ki az... Azt lehet mérni, hogy sikeres vagy nem, vagy sem, semmi, es, nem, 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 Pontosabban egy adott konkrét esetben, hogy ott mit élnek át az emberek, arról lehet beszélni, hogy ők mit élnek át. De rajtuk kívülről ezt ilyen módon mérni lehetetlen, lehet ugyanis ez nem értékfogalom, hogy valaki, valaki ilyen akar lenni. Ugye, aki elment Amerikába, a harmadik nem, már nem, nem, nem egy Kocspat, aki már nem úgy magyar, mint mondjuk mi. És itt hát igen. Talán, de, de még a, a és akkor a másik az, viszont a modern nemzet fogalmánál ott ideológiailag kitalálnak egy egy normát, és akkor ahhoz mérik, hogy vajon ahhoz asszimilálódott e valaki vagy nem, ezt lehet mérni, csak, csak ez sosem a valóság, hanem ez mindig egy kitalált gondolat, amihez a valóság val vala, amennyire az illetők akarják, annyira hasonlít hozzá. Tehát ennek a mércéje sem Valós, nem a valóság valódi mércé, hanem egy kitalált mérce, uh -huh. amelyet egyébként a legtöbbször arra használnak, hogy megbélyegezzenek. -e. Tehát a ha csoport hatalmi harcokban használják föl hatalmi eszközt. Mondjuk akkor élesedik, igen, csak azt akartam hozzáfűzni, hogy a zsidóság szempontjából attól <kül> speciális és különleges a helyzet, hogy ez a nép az egyetlen szétszóródó, a világban szétszóródó nép, amely avval együtt, hogy a nyelvét se őrizte meg. De az identitását igen. Hát igen, a vallási identitását a kultúra és, és etnikai És etnikai ah. identitását is megőrizte. Tehát a zsidóság számára az picit talán a az, az asszimiláció kérdése is másképpen betűdik fel, mert itt vannak stabil pontok, amelyek a környezettől nem függenek, csak attól, hogy az adott zsidó közösség mennyire hajlandó alkalmazkodni bizonyos dolgokban a környezetéhez, nem? Ez nem tisztozal, hát lehet, hogy nyilván aki ebben másképp él benne, az erről másképp gondolkozik. Én azt mondanám, hogy egy tágabb történeti szempont szerint ez is állandóan változik. Tehát valóban a vallás egy olyan eleme ennek a csoport, az elmúlt 4-5 ezer évben, ugye, ami egy stabil elem, de maga a vallás is ezen belül mutat változásokat, még ha aki benne él, az sokszor ezt maga De Ez persze a vallás saját... etnikumhoz kötődik. De most, hogy ez etnikum-e a szónak -e ebben Népjelen. a tudomás értelmében, Népjelen. Igen, tehát te, nem tehát genetikai mindig egy hiplaér etnikum. Igen, hanem egy, egy nép, nép, tehát mindig megjelöl azt a népcsoportot, uh -huh. amely épp azt követni. És ilyen értelemben kicsit más merén a, én a az, az etnikai asszimiláció beszéltem az előbb. Az, hogy egy mondjuk egy spanyolországi zsidó, vagy egy oroszországi zsidó etnikailag vajon, micsoda, ezt azért elég nehéz megmondani. Azért, azért szerintem nagyon érdekes, amit, amit a professzor mondott az elmúlt pár percben, és ez tényleg nagyon messzire vezet önmagában azt definiálni, hogy mit jelent az, hogy csoportidentitás, mit jelent az, hogy nemzeti identitás, a kettő között hol lehet, vagy egyáltalán meg lehet-e húzni egy, egy, egy egyértelmű határt, és ennek megfelelően azt meghatározni, hogy mihez asszimilálódunk, és mi annak az asszimilálódásnak a normája. Tehát az például, hogy a zsidók, a magyar zsidóság asszimilációja mert két kérdést tettél föl. Sikeres volt-e, és van-e értelme, vagy jó uh -huh. volt-e egyáltalán a zsidóknak? Uh -huh. Mind a két kérdésre nem lehet önmagában a zsidóság szempontjából választ adni, mert ezt nem csak a zsidóság dönti el, vagy nem a zsidó ember dönti el, hogy mit jelent asszimilálódni, annak a zsidóság szempontból, szempontjából van-e értelme, és az sem, hogy ez sikeres tud-e lenni egyáltalán, vagy sem. Hanem, ahogy úr mondta, ez nagyon nagyban múlik azon, hogy a nagyobb csoport, amihez asszimilálódik a zsidó, az hogyan definiálja a saját identitását. Tehát az, hogy mit jelent a magyar identitás, a magyar nemzeti identitás, hogy ez mondjuk egy kultúrnemzeti identitás, egy politikai nemzeti identitás, az egy etnikai identitás, egy vallási identitás, az, az mind-mind meghatározza azt hogy egyáltalán egy zsidó tud-e ehhez asszimilálódni, és hogyha tud, akkor milyen áron kell asszimilálódnia, és hogyha megvan az ár, akkor mellé lehet tenni, hogy mit kap ezért cserébe, hogy ez a dolog megéri -e. Ugye a magyar helyzetben az a különleges, és hogyha most rátérünk magára a magyar a magyar, a, a magyar jelenségre, az a különleges, hogyha a többi európai nemzet létrejöttéhez hasonlítjuk, a magyar nemzet létrejöttét, ami nagyon szorosan összefüggött aztán a zsidósággal szembeni asszimiláció elvárása. akkor azt mondhatjuk, és ez lehet, hogy egy erős kijelentés lesz, hogy az asszimiláció elvárása az én megítélésem szerint eleve kudarcra volt ítélve, a zsidóság szempontjából mindenképp egy öngyilkossággal volt egyenlő. Második dolog, sikertelen is volt ez az asszimiláció, és a harmadik dolog, hogy a zsidóság asszimilációjának a kudarca, az együtt Vált kudarcá a magyar nemzeti identitás kudarcával. A két, két dolog óhatatlanul is, egy kis késéssel, de összeért. Mert mi volt a magyar nemzeti identitás? És akkor kezdjük a harmadiktól. A magyar nemzeti identitás, lehet, hogy professzor, nem velem egyet, de a sőt, magyar nemzeti identitás öndefiníciója 19. században a sajátos helyzete miatt, amiatt, hogy nem volt egy önálló politikai nemzet identitásnak meg a, ö, 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 a lehetősége. még A a alatt, Birodán. és tulajdonképpen a dualizmus korában sem volt százalékosan, ezért Igen. egy kultúrnemzet identitás tudott létrejönni. A kultúrnemzet identitás azt jelenti, hogy egy sokkal erősebb a, a népi jelleg, a népi etnikumi jelleg, a, 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 és azok a kulturális jellemzők és jelek, amik sokkal nehezebben átvehetők egy másik népcsoport, vagy egy másik közösség által, sokkal nagyobb áron kell átvenni. Ugyanakkor pontosan ezt a népi nemzeti, kultúrnemzeti identitást nem csak a zsidóság kellett, hogy átvegye, hanem egy elvárás, egy, egy, egy elvárás volt a magyarság részéről. Pontos az, hogy ellensúlyozza a nemzetiségek arányát a történelmi Magyarország területén. Ez egy hatalmas nyomás is volt a zsidóságon, és ezzel a zsidóság egy olyan hazugságba ment bele, egy olyan hamis Utat, útra ment rá, ami óhatatlanul is előbb-utóbb egy karambolhoz vezetett, és ez a karambol eljött, amikor felosztotta a történelmi Magyarország, igen, és akkor apró, a apró darabokra. A többség a maradék Magyarországon, és szükség volt akkor a magyar nemzet tudat megélésében bizonyos kirekesztésre. Nem is az, hogy szükség volt, fölöslegessé váltak de. a zsidók. Hát igen, igen. Most nagyon sok minden egyetértek, amit köveslom az előbb említett. Én csak annyi, annyit tennék ehhez hozzá, hogy először is az a bizonyos nemzet identitás, amihez képest elképzelték a zsidóság asszimilációját, ez természetesen ugyanúgy egy ideológiai konstrukció, tehát ez sem a tulajdonképpeni valóság, hanem egy cél, ami felé egy csoport menni akar. Most ebből egyértelműen és világosan következik, hogyha valaki nem, nem, képes ezt a célt teljesíteni, akkor annak tulajdonképpen a mérése az teljességgel lehetetlen. Tehát ha egy, ha egy ideológikus cél, tehát ugye a manapság a pályázatoknál ugye az indikátorokat is meg hogy hogyan lehet mérni ugye egy pályázati célnak az érvényesülését. Most a magyar nemzeti identitást kitalálók a 12 században nem, nem jelölhettek meg, mert ilyen tulajdonképpen nincsen. A valóságban a valami felé való közeledés az mindig, az, mindig, az mindig olyan tartalmi elemekkel keveredik össze a formai. Mondjuk azt mondhatnánk, hogy aki magyarosítja a nevét, mondjuk egy németes vagy egy, vagy egy eredeti. Tehát nincsenek válaszban. olyan fix indikátorok, azt mondod, amire azt mondtam, hogy na de, ebben ső, sikeres, 10 ban Sőt, ső, tartalmi, meg visszafordítom. Egy példát hagy mondjak. Ugye azt gondolnánk, hogy a modern magyar nemzet alapító mitosza a 48-49. Tehát aki a szabadság harcban a szabadságban részt annak a céljával azonosult az az igazi magyar ember. Na most Ferenc gróf, ugye? muszka vezető, és ugye Paszkiewiczéket hozzá, a Doklai Hágón, ugye? A szabadságaten. Kón Adolf Honvéd a Cibakházi hídon kétszer átlövik, egyszer a combját, egyszer a mellén, amikor Leiningen őrnagyot, ugye, kimentik az országok kezéből, akivel ő persze németül, németül beszél, beszél, természetesen. Na szóval akkor vajon ki az, a, Ki, Igen, tehát magyarul mi ki is, hogy asszimilálódik, mihez valaki? Tehát ilyen értelemben, tehát a, a, az, az a nemzettudat, mint, mint ideológikus konstrukció, az való asszimiláció, valójában nincs mértéke. Ilyen módon ennek a számonkérése, minden folyton, ennek a számonkérése az tulajdonképpen nem lehetséges. Ez is ugyanolyan ideológiai trükk ilyen értelemben, és itt utalok, amely az, amely az előbb szó volt, ha azután ugye a konstrukciót fel akarják használni mondjuk arra, hogy mondjuk a szűk erőforrásokat újraosszák, akkor ezt minden további nélkül lehet úgy Újra Úgy van, hogy valaki ezeket nem teljesítette, tehát őt a közösségből ki lehet dobni. Ami, ami a más, amivel talán egy kicsit vitatkoznék, az az, hogy, hogy az előbb említett tágabb etnikai asszimiláció fogalomnál én azt gondolom, hogy nagyon sokféle identitás létrejöhet. És, és azt tudom mondani, hogy ha valaki... Elképzel egy bizonyos zsidó identitást, egy bizonyos örökség alapján, akkor más olyan kísérleteket, akik szintén magukat zsidó identitásnak gondolják, nem úgy arról azt gondolhatja, hogy az, az hogy kudos, vagy sikertelen. Tehát ilyen értelemben én én a neológia útját egyetem tehát Nem minősíteni a szempontból, hogy sikeres vagy sikertelen. Azt mondom, hogy ez is egy identitás út, És a mai napig. De azért alapvetően az is ismernek... alapvetően lehet, hogy az adott indikátorok igen. Akkor tényleg igen, menjünk igen. egy kicsit, vitatkozzunk egy kicsit Igen, ettől Igen. lesz izgalmas a műsor. Az adott identi, egy, egy rendszeren belül az, ezeket az identit indikátorokat nehéz mérni. Igen. De azt, hogy annak a rendszernek, a rendszer az ideológikus az struktúra felállításának mi volt a célja, azt azért tudjuk. És ahhoz képest utólag meg tudjuk mondani, hogy ez az ideológus struktúra szolgálta-e azt a célt, amiért felállították. Mire gondolok konkrétan, és miért mondtam azt, hogy mind a magyar nemzet, mind a zsidóság tekintetében ez kudarcos volt. Gondolom, hogy a magyar nemzet esetében az a struktúra, ami föl lett állítva a 19. században, az azt a célt szolgálta, hogy Magyarország megtartsa a történelmi területének az integritását. Már akkor sem létező integritását, de remé remélt vagy vélt ide. Ez nem végig gondolva minden mozanatában. Azt lehet, hogy nem volt akkor úgy mégis végig gondolva, de csak arról volt szólva, hogy a, hogy a magyarság a, Habzburg, a törökkel, majd a habzúrigadalomban szemben a saját autonómiájának a, a, meg, a megnyerését... Ennek Nek a megtartása egyen, érdekében egyen. hozta létre, vagy az, az vezette rá. A zsidóság tekintetében egész biztos, hogy mi volt a cél. Az, hogy mi volt az asszimiláció kitűzött célja, az az volt, hogy ne legyen antiszemitizmus, hogy most leegyszerűsítjük. Most az elsőről vitatkozhatunk, hogy, a, hogy, az a, hogy a nem, az, a, magyar nem, az a magyar nemzeti identitás, ami létrejött a 19. században, az, az kudarcot vallotta, e vagy sem. Én azt gondolom, hogy Trianonnal kudarcot vallott, és aztán a második világháborúban való szerepléssel még egyszer kudarcot vallott. És a zsidóság tekintetében. De viszont de egész biztos de de egy kultúrál... bocsánat, de kultúrás Vagy a lényeg, hogy az, a zsidóság szempontjából, viszont függetlenül attól, hogy valaki magát neológnak, ortodoxnak, szekulárisnak, vagy egyáltalán nem zsidó-zsidónak gondolja, az biztos, hogy kudarcot vallott, mert nem vezetett oda, hogy ne legyen antiszemitizmus. Sőt. Na most, e e e ilyen értelemben, e hogy mondjam, van az egész századon áthúzódó folyamatok, amelyeknek egy picit talán úgy érzem, hogy ez a fajta tehát ez a fajta céltételezés, ez talán, mint a tudatosabbnak gondolnád, mint ahogyan ez ténylegesen zajlott. Természetesen egy csomó olyan társadalmi cél is megjelent ami viszont hatással van az identitásra. Tehát persze te azt mondod, hogy akkor ő elindul az asszimiláció révén kifelé az zsidó identitásból. Nem Tehát... feltétlenül ezt mondom. Újra Igen. gondolja az megpróbálja újra értelmezni a, egy korábbi zsidó identitást, Így egy új modellt állít föl, de ennek az új modell felállításnak egy kifejezett cél volt. A zsidóság tekintetében ez szerintem nem kérdés, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt. Tehát valaki megnézi a, a 19. Sz... De nem, igen, a 19 az század emblem. vitáit, zs... nevezzük így mai nyelven szó a zsidó közéleti vitáit, Viszlát, hát, akkor ja. az egyértelműen arról szólt, hogy az emancipációért milyen árat vagyunk hajlandóak fizetni. És ott ki lett mondva, hogy a cél az az emancipáció. Az emancipációnak pedig az volt a célja, hogy az a sok évszázadon keresztül, vagy évezeden keresztül elszenvedett hátrányos nevezzük ezt megkülönböztetésnek, vagy, vagy üldöztetésnek, az megszűnjön. És, van. és Tehát ez egy alkú helyzet? Ez egy, 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 helyzet, egy, ez egy, egy rendes... Egy, abban nem értek be, ah. e, e, egyért úr hogy a, zsidó, a magyarság tettében lehet, hogy ez nem, ennek nem volt egy ilyen egyértelmű választó, választó az a zsidóság tekintetében Az a modell, az egyértelműen Ö, ö, egy, egy kimondott cél érdekében. Bocsánat, hogy közben szól, csak de. azt akartam hozzáfűzni, amit a magyar identitással kapcsolatban mondott Slomo, hogy kulturális értelemben az a ö, törekvés, a nemzet állami és nemzeti vállás törekvés, az sikeres. Sikeres a magyar nyelv meghonosításában, a magyar kultúra felépülésében, a magyar szellemi élet kialakulásában. És ebben egyetértünk, de nem csak ez csak volt a célja. Tudom, csak, a célja nem az volt, hogy legyen magyar kultúra, hanem a célja az volt, hogy hát a e történelmi Magyarország területén legyen Magyarország. Ő is. is. Hát itt ez tud, ezt nem szóval szóval lehet elválasztani. Itt tulajdonképpen arról van hogy már a reformkorban elkezd tudatosodni az, amit tulajdonképpen az egész ország legalapvetőbb drámája, ugye, hogy a magyarság ugyan a legnagyobb lélekszámú csoport, de már kisebb Kisebbségben Ségben van azt Igen, nem, de ezt a magyar tudat amely alapvetően egy nemesi eredetű országteremtő. Tehát ma, amikor előbb arról beszéltem, hogy konstruáljuk a nemzetet, akkor ez a konstruált magyar tudat így tekintető magára, és ezen belül pozitívnak tartotta azt, amikor a zsidóság egy jelentős része csatlakozol, e, csatlakozol. Igen, de én valóban nem ezt a gondolatot szeretném folytatnom, az, hogy ekkor azonban ez a bizonyos csatlakozó zsidóság körében elindul egy új identitás választás. És én quasi ennek a, ennek a, a szépen? lehetőségét, a, a és képlet, ennek a, a képlet borzasztó volt. A többi képlet borzasztó egyszerű volt. Ahogy mondod, a 19. század közepén azt hiszem 48 volt a történelmi Magyarország területén a magyar anyanyelvűek száma, és 52% volt a, a, a többi nemzetiség. Azt számolták ki, hogyha itt van 5 nyi zsidó lakosság, hogyha ez olyan magyarra válik, mint mi, akkor többségben leszünk, és ezzel meg tudjuk tartani ezt a területi, történelmi területet. A többiek felé, tehát a németek felé. Persze, többé, csak a zsidóság igen, a számára, a zsidósággal könnyebb Viszont volt egy ilyen alkot kötni, volt. Igen. mert a zsidóságnak semmilyen önálló nemzeti uh, törekvése, ambíció nem, nem volt, volt. a magyarország. Akkor még semmilyen nem volt, de később sem Magyarország <laughs> területén lett volna. Uh, és a zsidóság azzal szembesült, hogy azt kellett eldönteni, hogy ezért mi az elvárás tőle? Mit kap, és mit kell, mit kell feladnia? Mint minden üzletben, hogy minden alkú helyzetben. Mit kap? Kap egyenjogokat, kap társadalmi és gazdasági lehetőségeket. Mit kell feladnia? És itt jött a nagy kérdés. Ahhoz, hogy, hogy ezt elérje, nem kell, azt mondták a nagyokosok, hogy nem kell feladni a vallását, de föl kell adni a népi a népi jellegét a vallásának. És ez a fából vaskarika, ahol a zsidóság azzal szembesült, hogy, hogy ezt a népi jelleget mennyire lehet feladni, de független attól, hogy ezt jól, jól csinálta-e vagy sem, és hogy jól döntötte abban a zsidóság rész, hogy ezt föladja, azt láthatjuk, hogy ez nem vezetett sikerre. Mert a kimondott cél az emancipáció volt, volt emancipáció 60 évig, 60 év után, numerus clausus törvényjel, ez az emancipáció elkezdett visszafejlődni, majd nullára. a 30-as évek végén nullára végül a, 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 még rosszabb helyzet alakult Te, ki. Tehát. Ez szerintem az a folyamat, amikor az ideológikus nemzetképhez képest és úgynevezett asszimilációt fordítja vissza, ugye egy új politika. De én még az előbbi gondolatot szeretném folytatni. A reformkori, a reformkori öm, ö, alaphelyzet a, nem, nem az volt, hogy az etnikai öntudatát kell feladni, hiszen pont az volt a lényeges, hogy egy politikai nemzet van, a magyar, de annak különböző nyelveken beszélő, és különböző vallásokat, kultúrákat követő tagja vannak. Tehát ők kimondták, hogy a szlovákok, a románok, a szerbek, mind-mind-mind a magyar politikai nemzet tagjai, és akik egyértelműen ő, ő, amikor a ugye Széchenyi Mivel váltak ők meg, a politikai nemzet tagjai, amikor nem volt politikai determináció, öndetermináció a, a magyar a magyarság kirá... részéről nem, hát a magyar királyság polgárai. Tehát ilyen ez, ez, a rendi e, e, körülmények e, e, eredetű, volt, Nem, ég, amit igen. átvesz a polgár, nem, nem ez teljesen egyetemű. A 68-as nemzetségi törvénynél is teljesen ki van mondva, hogy az egyház az egyházi nyelvnél, a, a kultúrás kulturális önkormányzatokban ott lehet a nyelveket használni, és itt a nyelvek szerintem elég jól az etnikummal összefüggenek, ahol a fordulóra következik, és szerintem, amit mondasz, az ezzel össze, hogy a század végen elkezdődik a nemzeti ideológiai konstrukció etnicizálódása. Tehát sokkal szorosabban se. Tehát ez szerintem már De befejeződött. volt, mert ezek a ez nemzetiségek elkezdtek a saját nemzeti identitásukat. pontosan, pontosan. Bocsánat, mert ennél a pontnál kellene okay. folytatnunk, mert jönnek a hírek, ne felejtsük el, és gyorsan átadjuk a szót a hírszerkesztőnek, és utána Csorbalászló történészsel és Köves Lomóval innen folytatjuk. Csak semmi mai Magyar zsidó történetek csak semmi majré. a történész és köves lomóval ott tartottunk a hírek előtt, még a 19. században voltunk, ugye, sőt egészen ugye a magyar nemzet tudat kialakulásának történeténél, és annál, hogy a zsidóság ehhez ugye egy emancipációs felkínált lehetőséggel miként csatlakozik, és hogy ez sikeres volt -e ez az emancipáció, vagy nem, illetve az zsidóság asszimilációja, ami jó 60 éven keresztül azért egy működő történet volt, siker vagy kudarc. Ezeknek különböző aspektusait foglaltátok itt össze, és azt hiszem ott tartottunk, hogy egy kicsit visszament Csorbalesztől a királyi Magyarországig, amiben azt jellemezte, hogy az itt található nemzetiségek ugye a nemzetállam részévé váltak, legalábbis Sőt, ez nemzetrészévé, nemzetrészévé politikai váltak, nemzetrészé. politikai nemzet részévé váltak, és ennek meg voltak a bizonyos intézményei, de ez nem volt soha teljes. Ehhez képest a zsidóság egy sajátos helyzetben van. Tehát nagyon röviden az eredeti reformkori politikai nemzet koncepcióba több nyelvű és különböző kultúrális részek vannak, tulajdonképpen paralel úgy, ahogyan ugye beszéltünk arról, hogy minden csoport az mindig sokféle részből áll, sosem homogén, mindig különböző elmekből áll, és mindig arról van hogy egy bizonyos cél szempontjából azért eléggé együttműködnek, eléggé hasonlítanak ahhoz, hogy azt a célt elérjék. Na mostan valóban a 19. század végén megfigyelhető a nemzetfogalomnak többek között a fajelmélet hatására, ez egy drámai dolog, hogy ahogy a legelőbbre mutató, nagyszerűbb tudományos felfedezések időnként fals és téves gondolatokat is szülnek, közben a tudomány tovább megy, de az ideológia elszabadult, megmarad. az elszabadult éves ideológia megmarad, és tehát ilyen ugye a, darvinizmus darwinizmus Igen. eszme köréből a, szociális a szociál és a nacional Szociálál. darwinizmus, ugye, ami a rasszizmusnak lesz egy nagyon erős, hogy és légben ez hozzájárul, hogy a nemzetfogalom etnicizálódik, és számunkra tulajdonképpen már kicsit abszurdnak és nehezen felfogatónak tűnik egy olyan magyar felfogás, amit pedig Deák Ferenc nagyon részletesen és mélyen elemzett, ugye, hogy ez politikai nemzet, de magánkörben, egyházi körben a nyelvet és ilyen módon rázi a korábbi etnikai, tehát mint egy premodern etnikai identitást, azt meg lehet őrizni. Na most teljesen. Teljesen innentől kezdve mindennel egyetértek, amit Slovon az Te előtt Te azt mondod, mondod hogy a, a 19. század közepe, mondjuk a reformkortól át a, a kiegyezésen át, egészen a század végéig tudott volna működni ez a konstrukció, és nem vezetett volna óhatatlanul kudarcba, ha nem etnicizálódik az egész. Pontosan, így van. Sőt, De azt az mondom, etnicizálódása nem az önmagából törvényszerűen. Abból, nem törvényszerűen ez következett, most független a darwin, darwin felfedezésektől, abból ha van egy olyan politikai nemzettudat, ami egy, egy, egy másik hatalom, eh, 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 konkrétan a Habsburgra gondolok, alatt jön létre, akkor és az megpróbálja magát politikai nemzetként definiálni akkor fölmerül annak a három-négy másik nemzetiségnek a körében is egy ide után, hogy akkor ő miért ne definiálja magát ugyanígy, és így jön létre egy szovák nemzet tudat, egy, egy, egy horvát nemzet tudat, és még folytathatnánk, ami viszont önmagában ez, 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 ezt a csoportudatot tovább osztja. Most nagyon érdekes a magyarországi Németségnek a helyzete. Tehát ugye a németség mutatja azt, hogy itt lett volna mód, tehát itt szintén tehát úgy látjuk, hogy a németség asszimilációja mutatja azt, hogy azért mégis ez a folyamat létezik. Persze valójában korábban, Döltegetett a jászok, vagy a kunoknak már nincs ilyen önálló élménye, vagy, vagy, tudom én, ö, vagy egyéb úgynevezett még a középkorban beolvat etnikumoknak. Ezek ilyen dolgokkal most ne, ne törődjünk ezek a mm. én, még, én még azt tenném hozzá, hogy, hogy én azt mondanám, hogy ha, ha nem következik be a XX. században, az erőforrások szűkülése révén, az ideológikus nemzetfogalom révén egy diszkriminatív, politika, akkor ez a folyamat ma is boldogan tart, és senkinek nem okoz semmi problémát, mert ezáltal új identitások születtek. Tehát az nagyon lényeges, hogy mint azt érezném, hogy számodra a zsidó identitás csak egyfajta identitás lehetne, miközben a történelem rátekintve mindarra, ami történt Magyarországon, itt nagyon-nagyon sokféle verzió van. Ezt az előbb meséltem, hogy semmi nem érzed azt, hogy én úgy gondolom, hogy csak egyféle identitás lehet. Mert amikor olyan ex hogy kudart az egész, Valakit arra gondoltam, hogy ha, a, ha ezek a konszenzus, vagy ezek a fe, önfeladások, amelyekkel az emancipáció járt, egy cél szolgáltak, és ez a cél az volt, hogy ne legyen uh, há hátrányos megkülönböztetés, hmm. hogy legyen emancipáció, legyenek egyenjogok, akkor ez egyértelműen kudarcot vallott. Én nem azt De... mondtam, hogy az ez ezáltal létrejött, uh, vagy ez átmertileg létrejött identitás. Hogy? Nem mindenki érte meg önfeladásnak. Tehát egyetemen önfeladásnak definiálod a korábbi, a, kirekül... a korábbi identitás modellhez képest, az egy ön, ez egy, egy önfeladás. Egy, nem, a... nem egy reform, egy bécsi reformzsidó, egy Einhorn Itt Szerintem lényeges különbség van Igen. A... A, 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 és ezt a, a, a saját könyvemben ezt részletesen összehasonlítom, mondjuk a, az osztrák vagy a német, uh -huh. vagy akár a francia modell és a magyar modell között. Mert abban igazad van, hogy a, mondjuk a német vagy a francia elreformosodása a, a zsidóságnak és egy újfajta identitás, vallásidentitás felállítása az egy, az egy belső teológiai, úgy vagy, úgymond teológiai Szerintes. önmegújulásból egy és fejlődésből is le volt vezetve. Én a neológiám a érezném, a, hogy ez valami. A, 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 a neológiával ez nem a volt. Most, nem. nem. Mert ami érdekes, hogy a neológiának nem volt egy ilyen teológiai hivatkozása. A neológ, ha megnézed azokat a neológ vagy kongresszusi, akkor ezt inkább így nevezték. Uh -huh. Vitairatokat, uh -huh. hivatkozásokat, ezek szinte mindig kizárólag Politikai okokra, közpolitikai ja, okokra ja, vezették ja, vissza ja, a szükségességét ja, azoknak a változtatásoknak, amik a másik ja, oldalról ja, viszont éppen ezért sokkal inkább kozmetikai változtatások voltak, Már a vallás. Elvetősen igazad van, de a Dohányházai közösség az az Orciházi Kultusztempelből jön, ez pedig a Bécsi, abból a reformközösségből, ami rokona azoknak a tendenciáknak, amiről az előbb beszélte. Tehát lehet, hogy ők a a közösség megerősítően közel a, a orciházi orciházi neológi... közösségnek nem sok köze van a a, 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 a neológ a neológ a, a 19. század végi neológi identitás ide, identitáshoz. Tehát én én azt gondolom, hogy van van a hogy mondjam a a, mert ugye itt arról van hogy a szertartási, közösségi életben ezt az előbb teljesen negyedzek veled, itt van valóban egy, egyfajta mozgalom, ami, amit nevezhetünk modernizálásnak, vagy valamilyen ilyenfajta változásnak. Én úgy látom az eddigi ismerteim során, hogy hogy a Dohányotcai csoport az ennek az örökségnek a, a képviselője, de amikor kibontakozik, és ez egy nagyon fontos dolog, pont az izentet szempontából ugye a az állammal szembeni önkormányzati, ez az ötvös nagy önkormányzati koncertő kapcsán az, hogy ki legyen a magyarországi zsidóság képviselő az állama szemben, ott ők már nem ezeket, a szem, nem ezeket használták, hanem kifejezetten azt a hatalmi érvelést és azt a, a magyarsághoz való, amit az előbb pontosan definiáltál, azt a fajta, ezt a fajta paktumot, ami azután uralkodó ideológiával válik. De, de, de én is úgy érzem, hogy a magyarországi neológia születésében ez a modernizációs tendencia, mint identitás konstruáló erő, ez azért benne van. És akkor én csak pusztán annyit mondok, hogy egyszerűen elindul az identitások pluralitása, például az ortodoxok, amikor nem akarnak, a neológok ugye, e akkor ők is tulajdonképpen újra meghatároznak egyfajta identitást. és azt mondom, hogy A magyarság meg... az a viszonyukat is, úgy, hogy rövid hát, időn, időn belül létrejönnek a magyar nyelvi ortodox lapok, Igen, és ez, van. ez, 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 ez természetesen, ezt nem mondom, hogy nincs egy Igen. egészséges kölcsönhatás folyamatosan ezekben az identitásokban, csak azt mondom, hogy az, ami... E -e -e, belepiszkított ebbe a folyamatba, és a belepiszkítás alatt azt értem, hogy mesterséges módon olyan dolgokat akart meghatározni. Mert az van egy vallási közösség, amiben van egy olyan belső változásra igény, és akkor azon el vitatkozni, hogy ez valóban egy szerves része, mert ez egy kérdés. De itt egyértelműen olyan hivatkozások alapján történtek ezek ezeknek a változásoknak a megkövetelése. Most olyanokra gondolok, hogy Rabbi, hogy öltözze, a hogy milyen elváros, nyelven. mert legyen orgona ezek mind, mind, ezek a Ezek mind, mind soha, nem, a soha nem egy belső megújulás. soha nem úgymond teológiai megújulás mentén jöttek És a kudarcot én egyértelműen arra értettem, hogy ha ennek az, mivel a hivatkozás az volt, hogy azért csináljuk ezt, mert így majd el fognak bennünket fogadni, ez nem, ez nem, ez nem, teljesült. Ez nem teljesült. Vagy legalábbis ez a a 20. században derült ki, de, de, vajon az törvényszerű volt? Nem biztos. nem biztos. azt mondom, hogy ez vezetett oda, de de látjuk, hogy... Nem hozott eredményt ebből a szempontból. Védelmet nem tudott nyújtani. Ezt akartam mondani, hogy védelmet nem tudott nyújtani, létrehozott egy új Újféle, újfajta identitást, amivel nyilván a mai neológia is megpróbál élni, bármilyen politikai de értem, viszonyok ők, Nem akarom a neológiát úgy bántani, hogy ők nincsenek nem, most. Ez de nem én, én értem olyan azt mondani, hogy a mai neológia, az, ez fából vaskarik, mert a neológiának a lényege volt ez a konstrukció, hogy a professzorú kifejezése használja, ami arról szólt, hogy megpróbáljuk a, a zsidó vallásidentitást úgy megfor, megtartani, de mégis átformálni, hogy az a, a, modern, a, a, a modern nemzet elvárásainak megfeleljen, is. és ezt mindezt azért tesszük, hogy ezért az emancipáció Pátszóra érdemesek jaj, legyünk, jaj. ez kudarcot vallott, tehát minden más, ami utána a, a neológ hagyományokon és, és intézményesen folytatódott mondjuk a második világháború után, azt én nem nevezném neológiának, az valami megint. Úgy. Ez valami megint valami. Sőt, úgy. ha tegyem hozzá, hogy a szélső jobboldali megnyilatkozások között rendre és minden korban feltűnik a 20. században az a megközelítés, hogy tulajdonképpen számunkra a neológ, a vagy emancipálódott zsidó a veszélyes, mert az épül be a mi nemzettestünkbe, az ortodoxia az legalább külön van, az legalább fölismerhető, de ezek elveszik tőlünk a helyet, mert olyanokká válnak, mint mi vagyunk. Sőt, és hát ez zsidóvá rendszeresen asszimilálják a magyar nemzetet. I igen, hát, hát a... ezek is híres igen. példa a tintával és igen. a gyerekkel. és igen. a igen. be a igen. Most én, én azt mondanám, hogy tehát, de az állandóan hangsúlyozni kell, hogy, 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 ez az elvárás és a kudarc, ez többen egy ideológikus, tehát nem a, nem a valóságos életből kifejlődés. De mit nevez valóságos életnek? Mert ez, ez folyamatosan egy visszatérő elem. Elnézés, ez, és amit a, a legelején mond, 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 mondtam, mond, tehát ez a legelején mondtam, ahogy a csoportok spontán hasonulása állandóan is lépte nyomon, hogy a vidéki hát ember az... feljön és városival válik, ahogy valaki elmegy egy másik orsz, lemegy falura, és a tehát az ilyenfajta spontán társadalmi folyamatokban egy állandó örök asszimiláció folyik, és kölcsönhatás. És, és hatás, és kölcsönhatás, így. így van, és de ebben a változások is bekövetkeznek, mm -hmm. és ezek többen hasonlások bizonyos értelemben, de mondjuk, mondjuk köl, kölcsönhatásos asszimiláció, de ettől én megkülönböztetem azt, amikor egy ideológia kitalál egy, amiről az előbb beszéltünk, egy feltételrendszert, és azt méri, hogy egy csoport ahhoz képest. De hát teljesítő, professzor, te mondtad maga az előbb, hogy, és ennek hogy, hogy hogy kitalál. A kitalás sem egy, olyan ö, egyértelműen elrajzolható mesterséges folyamat. A kitalál az mindig egy, egy adott történelmi helyzet szükségszerűségéből ö, fakad organikusan. Az, hogy egy nemzet hogyan definiálta a nemzeti, nem, nem biztos, ebben igazad van. Még. Tehát mondjuk lehetnek még olyan csoport, hatások. Mindig hatalom van, manipuláció csoportok, akár konkrét személyek is. És én ebben az értelemben azt mondanám, még... hogy most ja, csak még azt a gondolatot, hogy, hogy hogyha olyan keményen igazad volna, hogy ez igazi kudarc, akkor a neológia meg kellett volna szűnnie. Én azt az az gondolom, hogy megszűnt. megszűnt. Megszűnt? Én azt gondolom, hogy megszűnt. Ez, ez, vagy vagy ez egész másma, valami egész más ma, mint ami ez volt? Hát, az 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 konkrét. Továbbra, ez hát, az 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 hát Ha az megnézzük ez konkrétan az azt. azt, hogy sok ezzel rögtön átmentünk a, a, a modern a, korra. Az első világháború előtt. Neológnak mit jelentett jelen, ö, lenni, lenni. És, a má, és ugorjunk most 30 évet. És a második világháború, mit jelentett a dohány utcai zsinagógába járni, az valami egészen más. Az, aki az 50-es, 60-as években, 70-es években zsinagógába járt, neológ zsinagógába, teljesen mindegy, milyen zsinagógába, az, az azt szimbolizálta, hogy ő minden keserves nehézség bacára meg akarja őrizni a identitás lángját. Nem azért járt oda, mert ezzel akarta kifejezni hogy ő mennyire magyar aki Igen, a, akit de, ezért... de többféle okból jártak. De, de, többféle ide de azért, ide azért biztos nem, mert ezzel akartak Igen. kifejezni, hogy mennyire magyar. Igen. Az, aki úgy döntött, hogy 1870-ben, hogy ő a Dohány utcai zsinagógába jár, és nem egy mm. Király akkor utcai az stíbelbe, egy akkor az, az, az azzal azt fejezte ki, hogy, hogy ő magyarabban zsidó, mm -hmm. mint az, aki a Király utcai jár, ahol idősül maj, Majréznak. E, és ez Száz évvel később, vagy 80 évvel később, egész más jelentett. De ha csak nézzük meg, mondjuk, annak érdekes lenne egy olyan szociológiai metszetét venni, hogy kik voltak a neológ rabbik egészen a második világháborúig, de mindenképp az első világháborúig, és kik, voltak a, kik lettek a neológ rabbik a második világháború hát. után. Például a neológ a rabbi képzőt végzős, hallgatók a 70, 60-as, 70-es, 80-es éveken egy nagyon nagy részük ortodox családból volt, és azért kerültek a neológ rabbi kézbe, mert legalább ott valamennyire meg én, valamennyire tudták mennyi. őrezni a zsidóságot. Ezt, ezt értem, ez alatt értem azt, hogy, hogy ez ö, már nem az a neológia. Ez, ez egyértelműen nem az én a neológia. Én ezt ne teljesen fogadom. Én és éthetem itt hagyj hát hozzám még valamit, hogy sokkal általánosabb, sokkal általánosabb dolog, Úgy, hogy az volt a kérdés, hogy én miért egyféle zsidó identitást gondolok mm. legitimálni. Én ezt nem ezt értem. Nem gondolom. Nem, nem gondolom. Rosszul Tehát azt, azt nem gondolom, hogy egyféle, nem, mert igen. nem is tudna egyféle én De azért van igen. egy olyan összetevője ennek a, ennek a zsidó identitásnak, amiben egy kicsit más, és erre a Péter is utalta beszélgetés a elém, elején, mint mint azért a legtöbb más csoport, vagy közösség, vagy nemzeti identitás. A zsidóság egy olyan furcsa egyvelege, a népi, nemzeti, és vallási identitásnak, Elemeknek. és etnikainak is, tegyük hozzá, ami azért annyira egyedi, hogy egyrészt önmagában különlegessé teszi, és, 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 és bizonyos szempontból vannak bizonyos olyan fix elemei, amik azért nehezen átalakíthatók, anélkül az egész ne veszene el. Ez, igen, ez, ez, ez az egyik fontos pont. És a másik fontos pont, hogy mi, mi által jön létre ez az egész. Mi az a konstrukció, hogy te fogalmazol, ami által létrejön. Azért a legtöbb, nem véletlenül a legtöbb nemzeti identitás, hogy ezt professzor mondtad, ez, 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 ez egy olyan történelmi tudat, egy közös történelmi tudat, és vagy, vagy elképzelt történelmi tudat, és közös nyelviség és kulturális szokások alapján jön létre míg a zsidóságban a nemzeti tud, a nemzet tudat és a néptudat is egy vallás által jön létre. Hát és nem mondom, hogy ennek nincsek más példái. Az ókori eredet folytán, az ókori eredet folytán. Oly? Hát az eredet és ennek a de, modern de, tudatosítása. Igen, az de az azt akarom, és, és a, szétszoratás által... De megmarad a szétszóratásban. És de pontosan azért, mert ez a három elem, ez úgy van egymáshoz kötve, a népi, vallási, és egy kicsit a nemzeti is, mert nem igaz az, hogy a nyelvét elvesztette, ami az előbb nem vesztette. Tehát a Héber nyelv egy élő nyelv volt írásban. De a, most a, a 2000 éven jog, keresztül. Jog, jog, a, de csak hagyd fejezem be, ha ebből igen. egyet kiszedsz, igen. egy szállat kiszedsz. Azt mondjuk, mostantól ne legyen nemzeti, hanem igen. csak népi igen. és vallási, vagy ne legyen nemzeti és népi vallási, hanem csak legyen csak vallási, akkor az egész Bocsánat, én, én a nyelvet elveszítettem egy modernkori jelenségre értettem már arra, igen. hogy az etiópiai zsidók, vagy a Malajziában élő zsidó hagyományokat őrző egészen furcsa színesbőrű közösség nem beszéli a héber és mégis zsidó identitása Há, van. Hát azért igen. most ö, nem az, a, a, én sem úgy értem, hogy beszélték a héber nyelvet, igen. de mondjuk a de, legalább a közösség igen, vezetői, ezért, meg igen. a közösségnek a közös nyelve, a közösség g-formáló nyelve, az egyrészt a héber volt, másrészt mindenütt voltak helyi zsidó nyelvek. Nem véletlen, hogy az pont igaz. azok a példák, amiket mondjuk a falasság esetében, ahol nem volt e, egyértelműen meg ez a válaszvonal a, a nyelvi identitásban, ott azért nem egyértelmű, hogy a zsidósághoz való tartozásuk mennyire erősen maradt meg, nem értem, hogy ez polémiákat okozott mondjuk nagyon a Nagyon érdekes, hogy a szef zsidókról olvasva, a, ugye a, a, a kalifátus után, amikor szétszóratik Európában, akkor ők spanyolként nagyon büszkén viselik, hogy ők a ladinót beszélik, és megvetik a német nyelvterületen németül beszélő zsidókat. Ez nagyon érdekes. Vagy így is hát ezek az identitás és a Mi ez ma? Az, az utolsó sorba történés és köveslomó, Arra kérem, hogy az utolsó most számolok jó bő 5 percben. A mai viszonyok között. Az uh -huh. asszimiláció... -e, Slom? Uh -huh. asszimilációról beszélhetünk-e? Sem. Asszimilációról, asszimilációs törekvésekről a zsidóság részéről, sikeres, nem sikeres, és egyetlennek van-e értelme még ennek a kérdésnek? Mit uh -huh. lát a történész. Én csak röviden azt mondhatom, hogy a rendszerváltozásnak az egyik, egyik nagy e, e, hozadéka az volt, hogy a személyes és a csoportválasztási szabadságokban az a modern igény, hogy a, az identitásváltás, hogy ki vagyok én. Uh -huh. Ennek a zsidóságon belül, körül ö, származom. Ö, magyar zsidó vagyok, zsidó magyar vagyok. Én nem vagyok vallásos, de azért van egy, van egy kis menóra a, a vitrémet. Tehát ez az elke, vagy semmit nem, csak de azért szeretem Stefán Cveget, és nem mindegy, hogy Izraelbe utazom, vagy pedig, vagy pedig mit tudom én, Dániába. Tehát ez a lenyűgöző végtelen választéka. Ez számomra egy csodálatos dolog, hogy ennek a megélése imáron lehetséges. Ezek a identitás élmények, de, 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 de egy, egy, egy nagyon gazdag és sok irányba menő dolog. És ennek én úgy érzem, hogy, hogy a klasszikus zsidó kultúra az ezer szállon folyton kötődik, de nagyon különböző módon. És azt szerintem egy nagyon pozitív dolog, hogy ez lehetséges. Ugyanakkor hát szemmel láthatóan a társam együttélésben szükség van intézményekre, ezeknek a hatalommal, a mindennapi lettel, a gazdasága, stb. kapcsolatokra lenne. Tehát az, ezzel, az ezeket megszervező a millió feszültség és, és probléma lesz, amelyeket remélhetőleg demokratikus eszközökkel mm -hmm. lehet megoldani. Én ez egy nagyon összetett kérdés, hogy ha márról beszélünk, az legalább olyan összetett, mint a múltról beszélünk. Ugye azt szerintem, és, de, és minden egyet értek, amit professzor mondtál az előbb, eh, természetesen ez egy fantasztikus lehetőség, ami megadatott úgy általában a magyarságnak, a magyar nemzetnek is, meg a itt élő zsidó közösségnek, zsidóknak is eh, 30 évvel ezelőtt. Az, hogy az asszimilációról beszélhetünk-e egyáltalán, van-e ilyen kérdés ma? Eh, az csak részben függ a zsidóságtól, azért az nagyon nagy részben függ a többségi társadalomtól, és a többségi társadalom öndefiníciójától, hogy ő hogy ugyanúgy, mint ahogy a történetben mindig eddig. Értem. Ami a zsidóságon múlik, azt szerintem az is, ez, ez lehet, hogy egy formavontó gondolat lesz, hogy ha a zsidóság jelent valamit, és én azt gondolom, hogy egy zsidó származású ember számára akkor is jelent valamit, hogyha azt amúgy tabuként kezeli. Ha ő azt mondja nagy hangon, hogy nem jelent semmit, uh -huh. az csak annak kell, hogy, hogy igen, nagyon hogy sokat is igen, jelent. Is ha a zsidóság annyit jelent, hogy a holokausztra való emlékezés, akkor ez egy olyan töréspont egyszerre a többségi társammal való viszonyban, hogy ez önmagában teszi problematikussá a többségi társammal viszonyt ha a zsidóságnak van valamilyen az ő identitásában valamilyen pozitív, autonóm értéke, önálló értéke, akkor ez tud együtt élni a többségi társadalomhoz való viszonyával is. Ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, generációs kérdés is a zsidókságon belül, hogy mennyire a holokauszt által foglalkoztatja a embert a saját zsidósága, vagy pedig azon túl és azon messze túl nézve is. De szerintem ez egy újabb műsor lehet. Miben jó, egy szépen. pár műsor. Úgy, hogy ezt nagyon szépen köszönöm Csorba László történésznek, az ELTE tanárának és Köves Lomónak. Önöknek a figyelmet jövő héten újra jelentkezünk ide. Köszönjük szépen. Köszönjük. Csak semmi mai Magyar zsidó történetek. Csak semmi mai